Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket, Esti Mérleg című műsorunkat látják. Alig néhány napja adták át a Székesfehérvár gazdaságáért díjat. A mai vendégem ennek a díjnak a tulajdonosa lesz. Annyit azért el kell árulnom, hogy ezt az elismerést annak a személynek adják át minden évben, aki a szakmájában nagyon sokat tesz azért, hogy gazdasági fejlődésünk itt Székesfehérváron fellendüljön. Úgyhogy a stúdióban köszöntöm Szincsák Attilát, a Denso gyártó Magyarország Kft. Gazdaság és kereskedelmi vezetőjét. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Először is beszéljünk arról, hogy mit jelent önnek ez a díj. Nagyon nagy megtiszteltetésnek érzem ezt a díjat, mert úgy gondolom, hogy ez a díj mind az én szakmai munkásságomat, mind az én általam képviselt vállalatnak a szakmai érdemét elismerte az önkormányzat, illetve a polgármester úr. Olvastam egy nyilatkozatot, ahol azt vallja, hogy a cég és az ön egyéni sikerének a titka az összefogásban rejlik. Igen. Ezt hogy kell érteni? Mire gondol? Igen, ez így van. Úgy gondolom, hogy az összefogás adja meg azt a színességnek az egységét, azt az erejét, mely egy ekkora vállalatot, egy ekkora várost, akár egy országot össze tud kovácsolni. Ha így a fehérvári gazdaságra kivetítem ezt a gondolatot, Fehérvár abban a szempontból nagyon egyedi város, hogy rengeteg vállalkozás telepedett meg itt a városban és a város körül, viszont nem vagyunk egyben olyan nagyok, mint más városokban lévő autógyártók, ahol egy nagy város, vagy bocsánat, egy nagy vállalat dominál. Ezért is kezdeményeztem több olyan intézkedést, több olyan javaslatot, ahol ezt a fajta összefogást akár városon belül, illetve cégek között is létre tudjuk hozni. Akkor ezekre meg majd a későbbiekben kitérünk, hogy mik is ezek pontosan. Egy picit beszéljünk a karrierjéről. Azt úgy tudom, hogy egy kis faluból származik, Balatonszárszóról. Mit lehet tudni az ön pályafutásáról, hiszen azért nagyon sok területen megfordult már. Igen, valóban Balatonszárszóról származok. Ez a Balaton déli oldalán nagyon pici kis falucska. Mindenkinek ajánlom, hogy látogasson el. A szakmai karrieremet 2001-ben kezdtem a Denzónál, édestovább most már 18 éve. A pályafutásom első harmadában a beszerzési osztály feladatait láttam el. Akkor érkezett meg a Denso Attájt Európában. A beszállítókat kellett felkutatnunk, a gyártás beindítani az ő közreműködésükkel, az ő általuk termelt alkatrészsel. Majd következett a válság, a 2008-2009-es évben nagy mértékben átrendeződtek a feladataink, és így kerültem ki 2010-ben az anyavállalathoz Japánba, ahol több mint egy évet töltöttem, ahol a stratégiának az újragondolása, a stratégiának az átdolgozása volt a feladat, majd onnan visszatérve töltöm be a gazdaság és kereskedelmi igazgató pozíciót, és próbálom üzemeltetni a vállalatot a legsikeresebb módon. És ugye rengeteg országban megfordult. Igen, erről mit lehet tudni? 18 év alatt valóban a karriernek köszönhetően szinte az egész világot beutaztam. Rengeteg emberrel találkoztam, rengeteg cégvezetővel volt alkalma megismerni, mai napig tartjuk is nagyon sokkal a kapcsolatot, és ahogy az interjúban is említettem korábban, mindig arra kerestem a választ, hogy hogyan lehet a leghatékonyabban üzemeltetni egy ekkora vállalatot. Nyilván egy díj is mutatja, hogy akkor ez sikeres. Milyen változásokon ment keresztül ez a cég? Ugye hát most már nagyon régóta itt van Fehérváron, 97 óta. Hogyan látja, hogy mi az, amiben előre mozdult? Hát egy elég dinamikus vállalatról beszélünk a Denso esetében. Valóban 2001-ben, amikor csatlakoztam, ez egy ilyen kis családi méretű kis vállalkozásnak tűnt, mely egy elég nagy gigacéggé nőtte ki magát. A vállalatcsoporton belül mi vagyunk a legnagyobb termelő vállalat, ezt szerettem volna mindenképpen megjegyezni. Több fázison voltunk, volt egy nagyon éles, a 2000-es évek derekán volt egy nagyon éles növekményünk, amikor egyszer elértük már ezt az 5000 fős szintet, majd a válság ezt a kibocsátásunkat, illetve az állományi létszámunkat is egy kis korrekcióra sarkalta, és utána tudatosan a stratégiát átgondolva olyan döntéseket hoztunk az anyavállalattal közösen, hogy mind régió független, tehát annak ellenére, hogy itt Európában tevékenykedünk, nem szerettem volna semmiképpen Magyarországhoz vagy európai kontinenshez kötődő üzleteket csak, ezért sikerült észak-amerikai, dél-amerikai, közép-amerikai üzletekbe szerződünk, illetve Ázsiában is az anyavállalattal is különböző kapcsolati rendszert képíteni, és ez adta meg a jelenlegi
egységünket és a méretünket. Ahogy említettem, méretünk a legnagyobbak, ezért értelemszerűen a vállalatot és a tevékenységet is hozzá kellett igazítani. Tehát egy ekkora vállalatnál, egy ilyen komplex vállalatnál az egyéni megoldások már a háttérbe szorulnak, és inkább az összefogás, az osztályok, az emberek közötti együttműködésre helyeztük a hangsúlyt, és nem utolsó sorban a kommunikációra, hiszen egy ekkora vállalatot irányítani kommunikáció nélkül szinte elképzelhetetlen. Igen, ugye tavaly adtak át egy kommunikációs központot is pont emiatt, hogy kicsit szélesítsék ezt a dolgot most. Igen, a tavaly évbe adtunk át. Igazából ez egy kommunikációs központnak hívjuk, de ez két funkciót lát el. Az alsó szinten a külső vendégeknek a fogadása, illetve egy elég modern éttermet alakítottunk ki önmagunk részére, illetve a vendégeink részére. Viszont amit ennél jobban kihangsúlyoznék, hogy a második emeleten egy modern, korszerű oktató laboratóriumot hoztunk létre, ahol a meglévő kollégáknak a továbbképzését, a belépő, újonnan érkezett kollégáknak a felkészítését a vállalatra, illetve a duális képzéseket is itt bonyolítjuk le. A duális képzésről még beszélünk egy picit, most egy pillanatra álljunk meg, és beszéljünk a munkavállalókról, hiszen azért most így ebből is látszik az, hogy mennyire sok mindent tesznek azért, hogy mondjuk az új munkavállalók és a régiek is jól érezzék magukat. Mennyire nagy a fluktuáció? Per pillanat azt mondanám, hogy igen magas a fluktuáció. Ez egy nagyon összetett kérdés a jelenlegi piaci környezetben, hiszen aki ebben a versenyszférában dolgozik, az, sőt, valószínűleg közszférában is jellemző ez most már, hogy az elérhető szabad munkavállalók száma közelíti a nullát. Tehát elindult a verseny az emberekért, ami az egyénnek egy nagyon jó helyzetet teremt, hiszen egy bér többlethez, egy kellemes bérspirálba alakult át az emberek oldala. Ez természetesen a vállalat oldalát nagymértékű kihívások elé állítja. Meg kell keresnünk azokat a megoldásokat, ahol ezt a két kialakult ellenpólust a nyugvásra tudjuk hozni, tehát ahol a vállalat még jól érzi magát, fenntartható, és az egyén is úgy érzi, hogy megbecsülés alatt van, illetve attraktív. A fluktuáció, ez mindig is volt, én mindig is azt hallottam, hogy egy egészséges fluktuáció kell is egy szervezetben, viszont jelen pillanatban úgy látom, hogy főként az új generáció az, aki egy kicsit türelmetlenebb, illetve az újonnan beállt kollégák nagyon gyorsan feladják a kihívásokat, és inkább vállalatot cserélnek, tehát cégek között vándorolnak. De büszkén elmondhatom, hogy az alkalmazottaink, akik hozzánk jönnek a Denzóba, körülbelül egy olyan 75-80%-uk az elejétől kezdve velünk van. Tehát aki belép, az velünk is marad. A fölötte lévő rész az, aki egy kicsit rövidebb idő, vagy fluktuálódik. De ez egy jelenség, amit kezelnünk kell. Úgy gondolom, hogy majd a jövő ezt rendezni fogja, de mindenképpen ezzel foglalkoznunk kell, és meg kell tennünk mindenek annak érdekében, hogy ne csak jól fizetett alkalmazottaink legyenek, hanem egy jó közérzetű, egy jó egzisztenciájú, egy jó atmoszférába tudjanak eljönni dolgozni. Egyébként így most, hogyha a bérezést leszámítjuk, akkor amellett milyen plusz dolgokat kaphatnak önöknél a munkavállalók? Hát most nem mennék bele részleteibe a teljes juttatási nem egészen csomagban, erre gondolok. De természetesen biztosítjuk a munkába járás feltételeit. Ahogy említettem, a munka körülményeket próbáljuk folyamatosan javítani. Részt veszünk a minőségi étkeztetésükben, tehát annak való kiszolgáltatásában. Nagyon sok rekreációs programot indítottunk, ahol különböző egészségügyi szűréseket helybehozunk, hogy ezért a kollégáknak ne kelljen szabadságot kivenni, vagy táppénzre elmennie, különböző szűrőbuszokat. Üzemeltetünk 24 órában egészségügyi egységet, akik nem csak a balesetek és egyéb más prevenciót látják el, hanem az ilyen jellegű konzultációra is van lehetőség. Akkor ez hát ugye nem amerikai jellegű, mert mondhatnánk azt, mert ugye Amerikában nagyon sok cég így működik, meg hát ugye most már akik itt betelepednek ide, azok is, de hát a japánoknál akkor ezek szerint ez is nagyon fontos. Igen, nagyon fontos. Tehát még egyszer, többször említettem nemrégiben, hogy a harmóniát keressük a vállalat és az alkalmazottak között, és próbálunk tényleg egy otthonos környezetet teremteni. Beszéljünk egy picit arról, hogy ugye, ahogy említettem a műsor elején, Fehérvár gazdasági életében jelentős szerepet vállal ugye a cég. Hogyan kell ezt elképzelni egészen pontosan? Hát az egyik legjobban mérhető
számunk az értelemszerűen a befizetett iparőzési adóban rejlik. Emögött azért az indirekt kapcsolatok is nagyon jól körvonalazódnak. Mi nap mint nap 5000-5200 embernek adunk munkát. Ez ugyebár többször is beszéltük, hogy ez nem csak az 5200 embernek, hanem az ő családjaiknak, az ő rokonságuknak biztosítunk stabil, kiszámítható jövőt. Azon kívül nagyon sok alvállalkozónk van, akik különböző szolgáltatásokat, termékeket szállítanak nekünk, és ezáltal lendítjük föl egy kicsit, és nem csak a Fehérvár, hanem azt mondom, a Fehér megye és az egész ország gazdaságát. Kevesen tudják, de nagyon sok érdekeltségünk van, akár Békés Csabától kezdve Pécsen keresztül Szigetvárig, tehát tényleg az egész országban kiterjedt hálózattal rendelkezünk, kereskedelmi hálózattal, illetve a városban még jól megfigyelhető az általunk generált idelátogatók száma is, tehát egy ekkora vállalathoz rengeteg vevő, rengeteg beszállító, rengeteg ember látogatóba érkezik, ő nekik mindig Fehérvárat promotáljuk, fehérvári hoteleket, fehérvári éttermeket, és így próbál egy kicsit világhírűvé terjeszteni Székesfehérvár. Korábban már említettük a duális képzést, egy picit beszéljünk róla, mert ez is egy nagyon fontos pont az önök életében is, és hát nyilván Székesfehérvár életében is. Ugye nagyon sok partnere van már most a meglévő egyetemeknek itt Fehérváron, és az egyik kiemelt partner az önök cége, ami ugye biztosíthatja az utánpótlást. Igen, biztosíthatja, és itt igen, ez itt egy nagy kérdőjel. Tehát egyértelműen szükségünk van a duális képzésre, el is kezdtük, viszont azt is látni kell, hogy ebben az autóipari versenyszférában azért akkora nagy tartalékok nincsenek részünkről, hogy végtelenségig tudjunk oktatóként fellépni. Ami mi hozzá tudunk rakni, valami kisebb számmal jobban mérhető eredményeket produkálva, próbáljuk megmutatni a nebulóknak, hogy az, amit az iskolapadokban tanulnak, azt a valóságban mi azt, hogy használjuk, vagy mit használunk. Ez a fajta együttműködés van. Kis létszámmal kezdtük, most már évek óta sikeresen haladunk. A nagy kívás még ebben az, hogy nem csak kioktatni és levizsgáztatni, illetve papírhoz juttatni a nebulókat, hanem őket arra ösztönözni, hogy maradjanak is velünk, hiszen a végén a döntés a diákok kezében van, hogy velünk vagy akár esetleg más céghez mennek, de én hiszek ebben a duális képzésben, egy kicsit színesebbé teszi az oktatást, egy kicsit életközelebbé viszi az oktatott anyagot a nebulók fejében. És én azt szoktam mondani, hogy természetesen annak örülünk, hogyha mindenki nálunk marad, de ha valaki arra rájön, hogy nem nálunk akar dolgozni, akkor én úgy gondolom, hogy az egyénnek már így is segítettünk, és sok szerencsét szoktunk kívánni neki az élet más területén. És van még egy nagyon fontos dolog, amire mindenképpen szeretnék beszélni, ez a társadalmi felelősségvállalás, hiszen erre nagyon nagy hangsúlyt fektetnek önök. Ugye nagyon sok iskolába visznek interaktív táblát. Igen. És még lehetne sorolni. Igen, igen, igen. Valóban nagyon elkötelezettek vagyunk a társadalmi felelősségvállalásban. Éppen ezért több csatornán keressük az együttműködési lehetőségeket. Talán az egyik leghíresebb, vagy az egyik legjobban propagandált ez a képes programunk, ahol sikeresen, most már büszkén mondhatom, hogy 30 különböző vállalkozást tudtunk egy lobogó alá felsorakoztatni, és az önkormányzattal köröltve óvodákat és bölcsidéket kívülbelül sikerült szebbé varázsolnunk. Ez jövőre lesz a 6. éve, hogy folyamatosan megy. Végigértünk az összes bölcsődén óvodám, és nagyon örülök neki, hogy a lelkesedés továbbra is megvan, és visszük is tovább az új célokról, most még nem tudok beszélni, mert éppen most vannak a partnerekkel az egyeztetések, de biztos vagyok benne, hogy folytatni fogjuk. Ez volt az egyik és a legfőképpen. Emellett rengeteg olyan adományozási programunk van, ami a főként a helyi fiatalok egészséggel kapcsolatos megkereséseit, vagy kezdeményezéseit szoktuk támogatni, illetve természetesen kicsit a jövőbe tekintve, ahogy a Denso látja a digitalizációt és ebbe az irányba történő elmozdulását a világnak, ezért kezdtük most már idestóval több mint 4 éve az interaktív adományozási programunkat, ez főként az általános iskolák és középiskoláknak szól, ahol pedig azt találtuk ki, hogy az alkalmazottainknak kell megigényelni, hogy egy kicsit az alkalmazottainkat is belevonjuk ezen programba, és a felét a tábla beszerzési értékének
a felét a vállalat, a másik felét pedig az intézménynek az alapítványa, vagy egyéb más módon kell nekik tudni megoldani, és ezzel is értelemszerűen a tanítást, a nebuloknak a képzését szeretnénk egy kicsit emberközelibbé, viccesebbé, elérhetőbbé tenni. Számtalan táblát átadtam az elmúlt időszakban, és megmondom őszintén, hogy nagyon örülök annak a lelkesedésnek, ahogy a gyerekek fogadják. Ennyi jelentkező gyereket még nem láttam soha egy osztályban. Ha már az előbb említette a terveket, célokat, azért mi az, ami most a közeljövőben önöknél vagy önnél várható? Hát kezdjük először a vállalattal. Egy nagy kívás előtt állunk, hiszen az autóipar, mint ilyen, egy kicsit át fog rendeződni. Biztos ön is hallott az elektromos autók térnyeréséről. Ezt mi is úgy látjuk, hogy ez jönni fog, ennek a mértéke viszont azért már több vitatárgyát képezi, hogy milyen mértékben tud az elektromos autó tért hódítani a meglévők között. Vállaltunk egy jó struktúrát, tehát az autóiparban jelenleg elérhető technológiai, vagy motortechnológiába szinte mindenhol beszállítunk. Az elektromos területre nem, de elkezdtük az anyavállalattal a beszélgetést, hogy hogyan tudunk odahozni olyan termékeket, olyan fejlesztéseket, ami ez irányba megy. Úgyhogy próbáljuk a következő 10-20 évünket is egy relatíve kiszámítható nyugodt pályára állítani. Az én terveimről a feladatom az a következő 2-3 évben, hogy ezt a stratégiát felépítsük, sínre rakjuk az összes olyan projektet, aminek meg kell történnie, és utána pedig hát meglátjuk, az anyavállalat igényt tart ismételten a szolgáltatásaimra, de hogy ezt a világ mely országába kell teljesíteni, azt még én sem tudom megmondani. Köszönöm szépen, hogy itt volt és beszélgetett velem. Én nagyon-nagyon sok sikert kívánok még a munkájához, és sok-sok hasonló elismerést. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, az esti mérleget látták. Viszontlátásra!